Nem is olyan régen íratlan szabály volt, hogy a kutyának kinn a helye. Jó esetben volt egy kis házikója az udvaron, és egy lánc végéről szomorúan szemlélte a világot, szükség esetén megugatva azt. Az utóbbi időben azonban ez lényegesen megváltozott. Sokak számára a kutya a leghűségesebb lény. Egy olyan társ, akinek igenis az ember mellett van a helye. Mások szerint csak egy állat, amelyiknek az a dolga, hogy megvédje az otthonunkat. Kinek van igaza? Mit hoz az életünkbe egy kutya? Mit érez? Hogyan viszonyul az emberhez? Mennyire ragaszkodik hozzánk? Számtalan olyan kérdés van, amely sokunkat foglalkoztat. Mi megpróbálunk minél többre választ kapni két olyan vendégtől, akiket nehéz lenne elképzelni kutya nélkül. Kodolányi Enikő kutyakozmetikus. A felelős kutyatartáshoz hozzátartozik a rendszeres nyírás, fürdetés is, amelyek nem csak esztétikai, de higiéniai szempontból is elengedhetetlenek, állítja a székelyudvarhelyi Csacsa kutyakozmetika tulajdonosa. Kocsis Attila kutyakiképző. Vallja, hogy a türelmes, kitartó munkának mindig eredménye van. A szakember azt is hozzáteszi, hogy állattartónak lenni nagy felelősség, csak akkor vállaljunk házi kedvencet, ha megfelelően gondját is tudjuk viselni az állatnak. Köszöntünk benneteket a stúdióba, ez egy különleges kiadás, hiszen három vendégünk van, Enikő Attila és Száni. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Meséljetek nekünk mindenek előtt arról, hogy hogyan, mikor került a ti életetekbe a kutya, mikor találkoztatok először azzal, hogy kutya. Kire nézek, Attila? Hú, hát nekem gyermekkorom a kutya. Mivel, hogy van egy ilyen is benne, hogy tömbházban laktunk, tömbházban nőttem fel, és persze, hogy nehéz kés lett volna bent tartani, még iskolás voltam bent tartani kutyát, és mindig az volt, hogy szó se róla, szó se róla. Mert ez a szó se róla a kutyáról, ez mindig egy olyan nyomott benném, hogy nekem annál jobban kéne, annál jobban kéne. Aztán ameddig ott voltam, hogy tizedikes voltam, amikor igen, megjelent a kutya otthon a tömbházban az életemben, és azóta úgy mellőlünk. Sikerült elérni. Igen, sikerült el, és azóta mellőlem el nem ment a kutya. Enikő, nálad hogy volt ez? Hát nagyjából hasonló a felállás, tömbházlakás, szülők azt mondták, hogy a lakásban nem. Így csak a cica sikerült kiharcolásra, és mindenféle kis állat, tehát mindig állatbolond voltam, a kóborállatok azok úgy sorakoztak a tömbház előtt. Viszont nekem egy kicsit későbbiekbe került, egy 12 évvel ezelőtt kaptam úgy saját egy cocker spanielt, ő volt az első, aki tényleg csak az enyém, és mellettem reggeltől estig. De az első hajót kutya volt, nem macska, csak be kellett érned, hogy macskáló. Milyenek voltak az első tapasztalatok kutyákkal? Ugye általában jó tapasztalatok, rosszak esetleg? Hát ez olyan, hogy az első tapasztalat a kutyákkal, főleg amikor a te kutyád van, akkor egyből rájön az ember, hogy kicsit megváltozik az élete. Megváltozik a mindennapi programot. Arra a kutyáról kell gondoskodni, kell most már a bulik ide, a bulik helyett, meg a szórakozás helyett, akkor el kell vigyem sétálni, akkor nekiálltunk erdőket járni, kirándulgatni, úgyhogy egy kutya nagyot tud változtatni, nem csak az én életemben, mindenkinek az életében. Én ezért mondom mindenkinek, hogy azért, akik akarnak egy kutyát, gondolják át, mert nem egy könyv, amit megvásárolunk, elolvasom a bekezdést, nem tetszik, felrakom a polcra, és aztán majd egy év múlva előveszem. Nem, a kutyát azt minden nap gondozni kell, minden nap képezni kell, etetni kell, és rengeteg ilyen szakítás az életedből, ami rámegy. Ugyanakkor megvan a boldogság és a pozitív, mert ő visszatükröz mindent. De a gyerekkorodban, ugyanazt akartuk érdezni, szerintem gyerekkorodban is vonzottál már a kutyákhoz? Persze, mindig vonzottam a kutyákhoz, szerintem ez még édesapám részéről is jön, mert édesapám is ilyen kutyabolond volt, de mindig volt egy olyan, hogy nekem egy, ahogy volt egy kutya, én azt alig vártam, hogy meg valaki meg tudja, kösse meg nekem, hogy fogjam én a pórázvékét. Nekem ez volt, nem is az volt, hogy simogassam a kutyát, én akarom tartani a pórázát. Mert mamáikhoz, amikor mentünk haza, ott persze annak idején bodri kutya láncon volt örökké, én fogtam,
vettem a nadrágszíjút, mert nem volt ott, én fogtam, már kötöttem meg, és én vittem az udvaron sétálni a látról a kutyát. És az kutya pedig persze egy ilyen vakáció alkalmával már lesetett, lehetett vakarni rólam a kutyát, mert úgy örvendett, hogy én voltam az, aki adtam egy kis szabadságot neki, és mindig a nadrágszíjúval sétáltatta. Gyerekként egyébként ezt hogy érted meg, hogy egyszer csak kiderült, hogy a kutya az, akiről gondoskodni kell? Tehát most elmondod utólagosan. Hát amikor én gondoskodtam a kutyáról, akkor már nem mondhatom, hogy gyerek voltam, már kamasz voltam, akkor. Hát de akkor is, az első lépések. Nem, hát ez úgy van, hogy az ember, amit nagyon akar, akkor képes azért áldozatokat hozni, és ez történt nekem is, úgyhogy egyszerűen fel se fogtam, hogy na én most ide nem megyek, na én most oda nem megyek. Az, hogy rájöttem, hogy hűha, hát nézzük, eltett már egy fél év, és még moziba nem értem el. Eltett, hogy is, egy bulit, sok buliról le kellett mondani, meg ott van a fájdalmasabb része, amikik sokan nem gondolnak rá, azt, hogy azt a kutyát meg kell sétáltatni, ha zuhók, ha esik, bizony. Ezeket mind, és akkor, és ki kellett vinni, főleg a tömbházba tartott kutyát, mert azok nagyon szobatisztáknak könnyen meg lehet tanítani szobatisztaságra, és ugyanakkor, de az a feltétele, hogy ki kell rendszeresen hordani. És ez, ha elmarad, akkor elmegy a munkám. Meg az, hogy kényelmetlen a házba takarítani. Úgyhogy ezek belejöttek, úgy szép lassan hoztam a beavatás meg. Mi is úgy próbálunk, tehát mi örökbe is adunk kutyusokat, ugyanez a mese, vagy az ismerősöknek, bárki, aki hozzám fordul, én is azt tanácsolom, hogy ezt át kell gondolni, minden negatívval ellátom őket. Néha meg szokták kérdezni, most akarom, hogy kutyája legyen, vagy nem akarom. Mondtam, ezek mellett vállalja, akkor igen. Tehát tényleg nem lehet ott hagyni, 10 évig elélnek, főleg a kisebb kutyák, de egy 10 körül ugyancsak maradnak, és mindennapi gondoskodás, anyaralások, az a másik dolog, kell találni valakit, vagy olyan helyre mész, mert most már meg lehet tenni, de régebb nem lehetett megtenni, a kutyusra vigyázni kell, tehát felelősség. Nagyon nagy felelősség. Mi kapcsán éreztétek egyébként azt, hogy számotokra a kutya nem csak egy kedves állat, hanem hogy szeretnétek többet, komolyabban, mélyebben, szakszerűen foglalkozni velük? Főleg úgy, hogy a foglalkozásotok lett belőle tulajdonképpen. Igen. Hát ha nekem én nagy testű kutyákat szerettem örökké, vagyis az volt, hát én nagy ember vagyok, nagy testű kutya. Nagy testű. Igen, persze, óriás módszerre kezdtük a tömbházba. Egy nagy testű kutyát másképp nem lehet tartani, csak hogyha akármilyen szinten képezzük. Most már nem versenyszint, nem profi szint, de az kell tudni uralni a kutyát. Ez persze szükség volt az, hogy foglalkozzunk vele, kell foglalkozni vele, és kell, mert egy nagy testű kutya már csak egy egyszerű sétáltatásnál, hogyha neki áll engem rántogatni, meg ő 20 sétálni, hát ugye lehet fáradni 20 perc alatt, hogy az ember azt mondja, a következő sétát én már nem kívánom. Egyedül megyek. Úgyhogy ezek amúgy úgy szép lassan, ugye ez magával viszi, hogy akkor nekiállunk képezni, nekiállunk foglalkozni vele, és mivel hogy a kutya egy nagyon értelmes állat, és hogyha célszerűen foglalkozunk vele, akkor nagyon hamar jön is a pozitív visszajelzés részéről, hogy igenis ezt kezdi csinálni. Sokan azért azt hiszik, hogy egyik napról a másikra jön ez a pozitív eredmény, de én amiknek szoktunk képezgetni kutyát, főleg az olyan kutyák, amelyik abszolút nulláról kezdődik, és akkor azt mondják nekem első héten, hogy hát még csak ennyi, akkor azt mondom, hogy na, tudjuk, hogy csináljuk, le kéne filmezni. Menjünk el most egy kis filmmel, valaki filmez ele, hogy sétálnak. És majd nézzék meg ezt a sétáltatást, ezt a sétálást egy olyan 2-3 hónap múlva. És akkor veszi észre, az ember észre se veszi, hogy mekkorát fejlődött, akkor veszi észre, hogy tényleg, hát akkor még hogy ráncigált, akkor még ezt csinálta, akkor még itt csinálta. És most már mennyire jobb a kapcsolat. És ha jó a kapcsolat, akkor az embernek van kedve foglalkozni. És jönnek a pozitív élmények az embernek is, persze, hogy na hát akkor még többet. És neked akkor így jöttek a pozitív élmények egyik a másik után? Persze, hát jöttek a pozitív élmények. Hát amikor annak idején az igazság, hogy nagyon kevés információ, nem volt internet, nem volt kijárási lehetőség külföldre, nagyon kevés információink voltak a kutyakiképzés terén. Voltak, akik értettek hozzám annak idején, ott volt Kellemen Attila, ott volt Csibi Károly, akkor
Vargancsik Tibi, ők már volt egy bizonyos tapasztalatuk. Kutyaiskolákat tartottak, ahol már az ők tapasztalatukat átadták másnak, hogy na, ez körülbelül ez így kéne képezzük a kutyákat. Aztán a 90-es évek után, amikor megnyíltak a lehetőség megnyílt arra, hogy igen, információhoz jussunk, az elején könyvek, folyóiratok, és most meg az internet, most már egy nagyon egyszerű, hogy mindenhol minden. De úgyis ez egy olyan szakma máskülönben, hogy lopni kell, és napműtés mindig kell tanulni. Igen, nem, mi sokszor vagyunk úgy, hogy elmegyünk egy edzésre, összeülünk a kiképzők, mindenki dolgozik a saját kutyájával, és utána megbeszéljük, hogy na ez így volna jó, vagy az úgy volna jó. Mert két egyforma kutya nem létezik, két nem lehet úgy, hogy leírok egy könyvbe egy bizonyos stílust, hogy ezt így fogom megkiképezni, de lehet az én kutyámnak pont nem jó az a stílus, és esetleg konfliktus alakul ki én köztem a kutya között. Enikő, neked hogy kezdődött? Hát nekem az állatszeretetem volt az mindig nagy a kezdetektől, tehát gyerekkorom óta, nem tudom, velem született valószínűleg, és az állatorvosi egyetem volt a cél, az nem éppen úgy valósult meg, ahogy én szerettem volna, és hát tulajdonképpen a kokkespán jelem hozta az életembe a kutyakozmetikát, és akkor úgy ragadtam le, úgyhogy csak kutyák, tehát van állatvédő egyesület is, amit próbálunk valahogy vezetgetni, és kisebb-nagyobb sikerekkel, és kutya, cica, na hát néha még bejönnek madarak is, amikkel nem nagyon tudunk kezdeni, de inkább a kutya, és nem tudom, én valahogy nekem természetes volt, hogy, és a mai napig az, hogy lennie kell a közeledben a kutyának. Igen. Ahogy egyre inkább egyébként megismertétek a kutyákat, milyen tulajdonságaikat fedeztétek fel, vagy mit tud egy kutya, mi mindent tudhat? Egyetlen volt-e nektek valami meglepő, mondjuk abban, ami olyan, amit nem tudtatok volna, és ez meglepett titeket? Hát ez egy olyan kérdés, hogy az ember nem igazán gondolkozik ezeken el, mert egy idő, amikor a saját kutyáddal vagy csak az elején, amikor akkor az annyira természetes, mint amikor két ember ismeri egymást. Én már, amikor már ismerem a barátomat, akkor mint embert, akkor én már tudom, hogy előre, hogy erre a dologra ő hogy fog reagálni. Ugyanakkor persze vannak azért kellemes meglepetések, mert van, amikor én számomra az a kellemes meglepetés, amikor egy kutya én nélkülem is dönt egy olyan irányba, pozitív irányba, ami nekem tetszik. Azok a kutyák, azok jó kutyák, én úgy mondom, például mindenkinek tisztában legyen, például, hogyha őrző kutyáról van szó, én kedvelem az olyan kutyát, amelyik nem sokat ugat, hanem ő már szeret harapni. És például az a kutyát, amelyiket már tanítottuk arra, hogy igenis, ki megmerte egy kutyát, azért kell tanítani harapni, meg 90%-uk csak tanítják képzés nélkül, ők nem tudják, hogy a szájukat mire kell használni, mert komoly kutya, amikor egy komoly harapás, az úgy kell, hogy egyet fog és ott kell tartson, nem szabad rágjon. Na most már én azokat a kutyákat, az szokott engem örökké egy olyan boldoggá tenni, amikor a kutyának már kezd lenni, hogy már magabiztos, és például nem ugatja azt, amikor bejön valaki az ő területére, ő nem ugat, hanem úgy kezd, úgy beáll az állásába, és kezd sunnyogni. És kezdi területét, és bekerül a kapu és az ember közé. Na, akkor már tudom, hogy mit akar. Ő már nem azt akarja, hogy már tudja, hogy a hangommal, hogyha hangot adok, akkor el fogom kergetni. De állj meg kicsit én most, aki megküzdök vele. Tehát egyfajta önállóságról beszélsz. Igen, egy önállóságról, igen, az önállóságról. Mondjuk ez mindegyik kutyának változik, mert ez nagyon hozzáfügg, hogy mennyire is volt képezve. Enikő, te milyen tulajdonságaikat fedezted leginkább fel? Hát nekem is volt szerencsém mindenhez. Tehát mivel, hogy a szakmámból kifolyólag így vissza is kanyarodnék, hogy Attila említette, hogy egy nagy testű kutyával tudni kell sétálni. Nekem az a tapasztalatom, hogy a legkisebbel is tudni kell sétálni. Tehát nagyon-nagyon sokan ott csúsznak el gazdik, tehát nálam azért inkább több a kis testű szobakutya, és a gazdik nagyon sok esetben ott csúsznak el, hogy ez kiskutya, ezt nem kell nevelni. És olyan szinten a gazdi fejére tud nőni, hogy a
rengetegen megkérdezik, hogy hát de most bemerek vállalni egy 50-60 vagy nagyobb testű kutyát, és meglepő, amikor azt válaszolom, hogy igen, mindenféleképpen. Tehát egy nagy kutyával sokkal könnyebben tudok bánni, mint egy pici neveletlennel, amelyik otthon van. Tehát ugyanez a mese. Őket is ugyanúgy nevelniük kellene a gazdiknak. Tehát én is kaptam már minden jót és rosszat a sajátomtól is. Tehát ő nem ment át ilyen harapás vagy ilyesmi. Hát, kiskorától mindig próbálom nevelni. Az előző kutyusom, ő tényleg olyan volt, hogy még a gondolatainkat is tudtuk egymás mellett. Ő munkában mindenhol velem tartott, és hát ő még egy kicsit neveletlenke, még most kezdtünk dolgozni, és időhiány is van. Én nekem az odaadásuk az, ami a legnagyobb ajándék tulajdonképpen. Tehát ahogy mondod, egyébként figyelem is, tehát hogy figyelmet igényelnek, mint a gyerek, tehát hogy addig megy, amíg érzi, hogy engedik. Tehát, ez így van, tehát egyszer engedni. Ahogy ne nőjön a fejedre, igen. Így van. És most már sok éve, hogy kutyákkal foglalkoztok mind a ketten. Mit gondoltok, mit lát, mit gondol, mit érez, mit ért a kutya a mi világunkból? Mert hogy ugye teljesen más felfogásról is beszélünk. Egyszer olvastam egy cikket, amiben például azt fejtegették, hogy a kutyák teljesen másképp érzékelik az időt, és ezért van az, hogyha a gazdi otthon hagyja őket egyedül, akkor azt egy örökké valóságnak élik meg. Mi az, amit ti tudtok erről? Mit tud, mit érez? Hát most már rengeteg ilyen tanulmány van, mindenki másképp tanulmányozza mindent, már az időérzékét a kutyáknak, nekem pont ellentétes tapasztalatom van, hogyha már csak az időérzéket vesszük. Például csak vegyük azt, hogy ha pontos időbe etetjük a kutyát, az úgy tudja, hogy én egy hónapot adok neki pontos időben 7 órakor kaját, az nekem egy hónap után, ha nem adtam 7 órakor a kaját, akkor biztos, hogy a tálat már veri főthöz. Megszokja, hogy abban az időben már az időérzékük azok valójában fejlettek. Uh-huh. Itt van a másik része az, hogyha tényleg egyedül van bezárva a kutya, azt lehet mondani úgy, hogy letört szenved, társlény, falka állat, és nagyon bizonytalannak érzi magát egyedül, amikor egyedül van. Tehát azt kell tudni, hogy a kutyák azok a farkasokból lettek, farkasok falkába élnek az erdőbe, és persze, hogy minden falkában van egy alfa hím, vagy egy alfa nőstény, amelyik a falka vezérek. És a többiek mind behódolnak, és többiek között egy ilyen lépcsőzetes hierarchia sorrend alakul ki. De a legalattvalóbb is akkor érzi jól magát, hiába őt verik, őt elnyomják, őt bántják, de akkor érzi jól magát, és mégis oda megy, és ott él a többiekkel, mert ez az ő élet ösztön, ez a falka ösztön, ez van bennük, és mégis eltűr mindent. Ez a szép dolog, ez a szép, és ezért tudjuk azt, hogy a kutyát az ember ennyire magához tudta nevelni, mert végül is mi vagyunk a falka vezérei a kutyának, a család, és ezért ragaszkodnak ennyire a kutyák. Ugyanakkor, amikor az egyedül lét, az már megint az van, hogy persze, hogy főleg a kanoknál, farkasokra visszablépve, egy idő után eljön az idő, amikor arra vágynak, kezdnek ivarérettek lenni, arra vágynak, hogy ők legyenek a falka vezérek. És ki kezdenek a falka vezérrel? Ők a farkas törvények szerint az persze, hogy abszolút verekedéssel történik. Van, amikor egy annyira makacs, és annyira kikap, és annyira felháborítja a falka vezért, hogy elkergeti a falkából a falka vezért. Uh-huh. Van olyan is, hogy megtűri, hogy még ott maradjál, de van, amelyik a falka vezér eltűri, hogyha nem tudta legyúrni. Ezek a farkasok se élnek sokat egyedül. Megpróbálnak minél hamarabb falkát alakítani, és amelyiknek nem sikerül, azoknak sajnos vesztük van. Úgyhogy ezek a kutyák... De ez most a mi esetünkben mit jelent a kutya-ember viszonyára? Hát a kutya-ember viszonyára azt jelenti, hogy ezért ennyire hűségesek hozzánk a kutyák. Van, amikor mérgesek is vagyunk. Van, amikor... Kezdem el onnan, hogy az a legjobb, hogyha kialakul minden családban a hierarchia sorrend. A hierarchia sorrend az, hogy a
kutya az úgy volna jó, hogy mindenki falkavezér legyen, és a kutya legyen legalól. Ez elég nehéz a gyerekekkel szemben, mert a gyerekeket általában inkább játszottársnak nézik. Na most már, a falkavezér, hiába vagyunk mi, hozzuk szigorúak, mert van, amikor szigorú, van, amikor sokszor az embernek olyan kedve van, hogy bántja is, nem muszáj fizikailag, szóbelileg, durván szólok hozzá, ellököm magamtól. Bocsánat. Nagyon érti a kutya. Nagyon érti a kutyát. Érzi vagy érti? Érti. Hangsúlyt ért. Aha. Hangsúlyt ért, például a hangsúlyban én erre azt mondom neki ennek a kutyának, hogy jó kutya, vagy azt mondom, jó kutya. Uh-huh. Ő már tudja, kész, itt valami nem működik. Ebből a két hangsúlyból ő már tudja, hogy akkor kedvesen mondom, örömteljen mondom, vagy azt, hogy jó van. Uh-huh. Majd csak hagyjál már. Úgyhogy ezt nagyon érti. És akkor ezek, de ez a kutyának a pozitív tulajdonság, hogy ezeket mind meg tudja bocsájtani, és sőt, kezd még jobban ragaszkodni. Amelyik kutyának még annyira élelmesek, akkor ilyenkor kezdnek még jobban járni a gazdának a kedvére, hogy gyere na, bocsássál meg, gyere na, épp kifejezik. Kutyából lehet olvasni sokat, aki kutyákkal él, az sokat tud olvasni belőlük. Enikő, te hogyan tapasztalatod? Én ezt az otthonülésnél gondolom azt, hogy mivel hogy ki is tértünk arra, hogy azért a szokásoknak élnek ők is, tehát azt is tudják, hogy ha a gazdi, hogy körülbelül mikor fog hazajönni. Ha rendszeresen valaki 8 órában dolgozik, és hazamegy, szinte tudják. Tehát az én régebbi kutyám, amikor 8 órában dolgoztam, otthon elmondták, hogy én 4:30-5 környékén kellett volna hazamenjek, ő rögtön ajtónál várt, eltelt 1/2 óra, körülbelül nem jöttem, és simán visszament a helyére, és várta tovább, de akkor már úgy egy kicsit, ahogy az otthoniak elmondták, már szomorúbban. Én úgy gondolom, hogy a gazdának a minden rezdülését érzik, és konkrétan az is befolyásol, tehát a gazda hangulata is tudja befolyásolni őket. Javíts ki, hogyha ha nem így van. Tehát én a saját kutyámon láttam azt, hogy nem tudom valahogy überelni a helyzetet, és rá kellett jönnöm egy adott pillanatba, hogy egyszer magamnál kell kezdenem, mert velem van, tehát én vagyok éppen olyan idegállapotban, amit a kutya átvett, és teljesen ő is kizökken a nyugodt állapotából. Sokszor van egyébként az az érzésem, hogy néz, és tehát csak mondd ki, mondom. Tehát, hogy épp, hogy csak meg kéne szólaljon. Tehát, hogy olyan jó lenne, ha elmondaná, és látom, hogy nem tudom, gondol, vagy érem, vagy nem tudom. Van egy nagyon buta kérdésem amúgy. Értik a kutyák a nyelvet? Vagy másképp viselkedik egy kutya, hogyha idegen környezetbe kerül? Tehát, hogy így más nyelven beszélnek hozzá, mint az eredet. Nem a nyelvet értik, hangsúlyt. Csak a hangsúlyt. Hangsúlyt. Én törököknek képezek kutyákat, és törökül nem tudok megszólalni. De tudják a törökök, hogy milyen hangsúlyjal kell mondani az őket, az ők jelszavukat. Például csak, hogyha elmondjuk ugyanezzel a hangsúlyjal azt, hogy az ültetés, hogy ülsz, zítsz, vagy sézj, ezt már három nyelven mondtam, de ugyanúgy. És a kutya ugyanúgy fogja teljesíteni. A hangsúlyra reagál, és nem kimondottan a szónak az értelmére. Persze. Azért nekik azt is kell tudjuk, hogy az intelligencia szintjük nem annyira magas, hogy tudjon, hogy ennyire reagáljanak. Ja, persze, csak én tapasztaltam például azt, hogy... Én azt tudom mondani, hogy csak kimondottan a hangsúlyra, és azért van az, hogy van egy-egy kutya, amelyik például, hogyha egy 1000 idegent 3 napig lát a házba, vendég jött, ott van velünk, és akkor azt mondja, hogy hűha, ez milyen jó hallgat, reám is. Igen, megismerte a vendéget, és a vendég, hogyha már hallotta, hogy beszél hozzá, milyen hangsúlyon beszél hozzá a gazda, és azt utánozza, akkor a kutya persze pont úgy csinálja, mert ismerlek, ezt hallottam, és ezt csinálom. Jó. Mitől lesz boldog egy kutya? Egy nagyon egyszerű és nagyon bonyolult kérdés talán. Mit tudja boldoggá tenni? Illetve mire van szüksége a kutyának? Enikő. Szerintem mindenféleképpen elsősorban az, hogy fizikailag és szellemileg is legyen lefárasztva, kapjon feladatokat, és természetesen a gazdi szeretete is, gondoskodása. De hogyha nincsen lemozgatva, szerintem onnan kezdődik
és szellemileg is lefárasztó az a kutya, akkor elunja magát, túl sok energiával telik fel, úgyhogy én gondolom, hogy onnan tovább már nem tud boldog lenni. Tehát nem csak az van, hogy megetetjük, megsimogatjuk, hanem foglalkozást igényel nap, mint nap. Hát igen, ez az a foglalkozás. A foglalkozás vele, meg az, hogy a gazda az ott legyen vele. Hogy minden gazda, hogy mikor letört a kutyám, meg mikor boldog a kutyám. Hogyha egészségileg nincs semmi gond a kutyával, és azt mondja, hogy jön a gazda, hogy te, olyan szomorú volt a kutyám, és akkor mindig az van, ahogy az előbb is szó volt róla, igenis, de valami gond van veled, mert te nem vagy boldog, a kutya csak néz és érzi. Nagyon jól érzi, hogy beszélsz hozzá, és menj. De amikor nekem jó kedvem van, vagyis a gazdának jó kedve van, akkor itt szinte lehet látni, hogy a kutya is feldobottabb. Uh-huh. Egy egyszerű séta alkalmával is, már sokkal jobban megy, már sokkal jobban szaladgál, már egész másképp jobb kedven hozza vissza azt a labdát, mint amikor nem. De a kutyának a boldogság az, amikor nem. Gazdával lehet minél többet, és a foglalkozás, ez az alapja, hogy foglalkozza legyen vele. Na, beszéljünk egy picit a kutyáknak a szabadság igényéről. Ugye említettétek, hogy tömbházban kezdte is a kutyát, hogy sokan mondják, hogy az nem jó, vagy hogy kizáró jellegű. Biztos ez is függ, hogy mekkora testű kutya, milyen faj kutya, de hogy mi a kutyának a szabadság igénye? Lehet tömbházban tartani kutyát. Én mindenkinek elmondom, akik megkérdeznek, csak egy feltétellel, avval, hogy elegendő időt szakítsunk rá. A tömbházban a kutya nagyon jól meg tudja szokni a programot, máskülönben az, hogy de ha eleget ki kell legyen víve. Egy tömbházban tartott kutya nem úgy van, hogy most alszik a kutya, én reggel 7-kor elmegyek dolgozni. Nem, reggel 5-kor kellek, a 7-re megyek dolgozni, mert egy órát elvittem sétálni. Ki kell vigyem délelőtt. Vagyis rengeteget, vagyis vannak ilyen szakítani való a programomból. De hogyha jól ki van mozgatva és eleget foglalkozok vele, akkor ő nagyon jól tud tömbházban meglenni a kutya. Az egyszer biztos. Szobatisztává lehet, na mindegyik kutyát szobatisztává lehet tenni. Ez higiéniai szempontból mondom, mert általában mindig az van, hogy hát nem, mert higiéniailag nem lehet. Kozmetikailag majd Enikő elmondja, hogy hát persze a szőrzetét azt egyszerűen rendben lehet tartani. Ami most engem elszomorít ez a szobatisztaságra azt, hogy egy nagy pet shop fogás, hogy a millió pelenkát hordanak be ki, meg arra, hogy felhívnak, hogy tanítsuk meg valahogy, hogy arra pisiljen a kutya. Hát én ezt ugye is képzeltem, amikor felhív az egyik kliensem, hogy jó, a 10. emeleten tényleg, na lehet, hogy nehéz leírni, lift nem jön, nehezen tudja megszoktatni, de amikor rájöttem, hogy egy magánlakásból van szó, hogy csak kéne nyissa az ajtót, hogy kimenjen akkor egy kicsit úgy elgondolkoztat, hogy az emberek akkor miért van kényelme, csak akkor az ilyeneknek nem igazán kéne kutya be. Mert én akkor elmagyarázom, akármilyen pelenka, akárhogy így, az bűzlik, az nem higiénia. Igaz, hogy azt is számba kell venni, hogy a bent tartott kutyák után, ezt el kell mondani, mert az hülyeség volna, hogyha kihagynánk, az ember kétszer annyit, vagy háromszor annyit takarít, mert sajnos ez el van, mindegy kint tartott kutyánál, főleg jön a szőrhullatás, meg jön a mocsok, úgyis bejön, ugyanaval nem húzunk meg külön ruhákat, meg ilyesmi, persze bejön a szőréről, még por leszáll, jobban száll a por, mert örökké a farkával ők járkának, legyeznek, úgyhogy van hátrány is, de nem igaz, hogyha az ember mindezeket felvállalja, ezeket a plusz feladatokat, meg odafigyelést, akkor nem igaz, hogy nem lehet. Nagyon is lehet. Uh-huh. Mintha egy harmadik, vagy második gyereket tartanál esetleg. Abszolút. Vagy egy sokadik gyereket. Tényleg ugyanez a... És igen, mellette a szőrápolás, nagyon különböző fajták, különböző szőrtípusok, mindegyiknek különböző kozmetikai igénye van, ezt is nagyon-nagyon jól át kell gondolni, mielőtt hazavinnénk a kiskutyát. Van, amelyiknek sokkal több igényt kell szánni a bunda ápolására. De van, akkor te is ugyanazt mondod, mint Attila, hogy lehet tömbházban. Nem szabad. Erre azt mondta, hogy de. Ez reméljük neki szólt, nem nekünk. Nem, ez a kutyának szól, tehát ez is látszik, hogy otthon felszabad jöjjön az ágyra, és rögtön már itt is megpróbálkozik vele. Nem.
Tehát következetességet akkor be kell tartani. Ez igen, nagyon-nagyon fontos, úgy, ahogy mondod. És a pelenkára visszatérve, igen, én is szoktam mondani a klienseimnek, hogy ez nem tengeri malac. Tehát ezt, ha vettél egy kutyát, ki kell vinni akármilyen kis termetű, akár nagy termetű, aztán a pelusról való leszoktatás a következő lépés, mert hogy leszeretné. Nekem akkor úgy sikerül megijeszteni a gazdikat ezekkel a pelusokkal, hogy ha el akar menni szabadságolni, senki nem fogja bevállalni, hogyha nem szabadtiszta a kutyája. Én közbe-közbe szoktam a sajátom mellett, hogyha tényleg jól nevelt kutya, és tehát mivel, hogy több házban vagyok, így, és megfér az enyémmel, akkor, de az első kérdésem az, hogy szobatiszta-e. Mert nem fogok plusz energiát fordítani arra, hogy takarítsam a pelust, és nem mindig a pelusra végzi a dolgát. Tényleg nagyon könnyű majd megtanítani a szobat. Igen. Főleg a kankutyákkal van baj, mert egy idő után nem megy oda, s lekuporodjon, hanem három lábról, amikor már ivar érett, akkor három lábról kezdi célozni a pellust. Na aztán akkor majd az egész sarokot minden folyik. Lehet meszelni is, azt hiszem. De sokan nem gondolják meg. És tényleg kicsi apróságukkal is egy-két hét energiá, ráfordított energiával meg lehet tanítani, csak egy kicsit több időt kell rászánni. Ha már itt tartunk, Attila, mi az, amire meg lehet tanítani a kutyát? Itt néhány pontot érintettünk már, hogy mi az, amire meg lehet tanítani, mi az, amire nem lehet megtanítani, mondjuk. Ez is egy érdekes kérdés lehet. Mik a határai, mondjuk így, a kutyának? Beszélni. Ezt, amit én már kívánnék is, és nem jön el. Lehet, hogy jobb is. De ha jól figyelsz, akkor úgyis megérted. Igen, egyébként. Jelbeszédből úgy is lehet kommunikálni vele, de úgy egyszer-egyszer jobb is, hogy nem tudnak visszaszólni. Annyi olyan véleménye lenne, én értem. Hát ez most egy kis vicc volt. Nekem volt rendelőben, hogy megkérdezte az elnézést, az állatorvos megkérdezte, hogy mi a problémám, és ott volt előttünk egy család egy másik kutyussal, és mondtam, hogy fáj a gyomra a kutyának. És rám nézett a hölgy, hogy én ezt honnan tudom? És mondom, mondta. Még jobban meglepődött, és mondtam, ne aggódj, mondom, pár év is tudni fogod. De tényleg tudtam, tehát szinte, hogy véghúztam a kezemet, a kutya rögtön jelezte, hogy milyen hogy problémája van, hogyha esetlegesen beteg volt, szerencsére nem volt sok problémánk, de abszolút tudtam, hogy mit kell mondanom az állatorvosnak. Vannak azért dolgok, amik elvárások gazdák részéről is, meg a kiképzők részéről is, de ugyanakkor bizonyos elvárásnak kell egy bizonyos temperamentumú kutya. És vannak dolgok, amiket egyszerűen egy-egy kutya képtelen megcsinálni, nincs olyan az ösztöni adottsága hozzá, és akkor ilyenkor alkut kell kötni, rá kell jönni, hogy né, ez a kutyának, ez nagyon nehéz, és ahhoz, hogy ráerőltessem, akkor csak kimondottan egy konfliktus eset, a konfliktus fog kialakulni a gazda és a kutya között, ami nagyon rossz, nagyon rossz dolog, mert az ilyen konfliktusokat nagyon, nagyon sok ideig kell kezelni ahhoz, hogy ez végül kisimuljon. Például csak annyi, hogy félni fog a gazdától a kutya. Ez nagyon rossz dolog. Az a legrosszabb, ami egyszer létezik, amikor a gazdító fél a kutya. Nem szabad a gazdító féljen a kutya, mert akkor már abszolút nem csinál öröme. És azért vannak fajtákon belül is egy-egy kutya, van olyan német juhász, hogy vegyük csak az őrzővédő részét, akik azt mondják, hogy én azért vettem, hogy nekem kell őrizze az udvart. Igen, de ez a kutya egyszerűen annyira barátságos és annyira olyan simulékony karakterű kutya, hogy ez nem fog őrizni, és nagyon nehéz elmagyarázni. A német juhásznak azt mondják, hogy sokoldalú, igen, ez a kutya például vakvezetésre jó, de nem házőrizni, és pont az a fajtán belül. Van több dolog van, amit be kell látni, hogy ez nem megy, nem lehet kiképezni rá, nem lehet megtanítani neki. Enikő, te egyébként kutyakozmetikával foglalkozol, de menhelyen is dolgozol, két teljesen különböző világ. Milyen szembesülni a kedvencekkel, a házi kedvencekkel, akik becsben vannak tartva, és ugyanakkor azokkal, akik magukra vannak hagyatva? Állatvédő egyesületünk van, úgyhogy azért hangsúlyozzuk ezt, mivel hogy nincsen helyünk. Tehát nem helyünk van, és hát igen, a két
két véglet, amikor a gazdik mindent megadnak a kutyusaiknak, ahogy én is teszem, viszont igyekszünk biztosítani ugyanezt egy kidobott, egy bántalmazott kutyának. Hát ezt nem tudom szavakba foglalni, ezt nem lehet elmondani, hogy a szeretet, amit adnak, és nem tudom embernek nevezni azt, aki esetleg ezeket a kutyákat arra a sósra juttatta, amire, mert a legtöbb esetben sajnos emberek teszik, és emberektől kerülnek az utcára, úgyhogy igyekszünk minél többen segíteni otthonra, és megfelelő otthonra, és ahogy kezdődött a műsor is, hogy egyre több embert lehet rávenni arra, hogy nem kell láncra kötni azt az állatot, meg lehet tanítani, hogy azon a területen, ahol éppen az udvaron van, hogy ne ássa ki a veteményest, a virágokat, nagyon-nagyon sok más dologra is, amitől általában a gazdik félnek. Tényleg most már manapság nagyon sok szakembernek ki lehet kérni a véleményét, el lehet vinni oktatóhoz, vagy tehát ne kerüljön láncra. Az sem megoldás, ha csak egy kenelbe, egész nap egy kenelbe van. Ahogy beszéltük, már többször is elhangzott, hogy a kimozgatás az szükséges, és nem csak területen belül, tehát ugyanúgy jó elvinni azért máshova, más ingereket kapjon a kutya, és én azt tapasztalom a kozmetikával kapcsolatban is, és az örökbeadott kutyáknál is, hogy a tudatlanságból kezdenek szépen felébredni az emberek, hogyha elmondjuk nekik, hogy hogyan közelítse meg, hogy próbálja megtanítani, hogy ápolja azt az állatot, és nem feltétlenül a láncon. Sőt, én úgy gondolom, hogy házőrzőnek oda van téve láncra, az csak ugatni tud. Tehát védeni nem tudja a területet, hogyha meg van kötve az az állat. És egyre többen hajlamosak arra. Leveszi a láncról, behozza, rendbe teszem, pihe puha lesz, onnan tovább úgy van vele, hogy akkor most már hozom többször, mert hogy milyen jó az simogatni és kontaktusba kerülni vele. És ugyanez van, hogy nem szeretjük, tehát láncra nem adjuk a kutyáinkat, és van, amikor úgy kezdődik a beszélgetés, hogy hát láncra lenne, de hát végül is tulajdonképpen csak meg lehet oldani azt a területet, vagy van még az a típus, aki azt mondja, hogy nem, akkor kész, köszönte szépen, keres máshonnan kutyát, tehát azért még vannak makacs székelyek körülöttünk, amik nem engednek ebből a dologból. De szépen lassan kis lépésekkel. Amíg gazdit találtuk, addig hol helyezitek el? Vagy ideiglenes gazdáknál. Ideiglenes gazdák. Tehát vannak, cégek akik udvaraim vannak, üres, kihasználatlan kenelek, amit a rendelkezésünkre bocsátanak otthon, a sajátunk mellett. Szétszórt menhely, akkor vagy mondhatni. Éppen a kozmetikában. Igen, tehát most jelen pillanatban 5-6 helyen vannak, városon kívül is, falvakban is, családoknál. Tehát mi álljuk a költségeit, támogatásokból természetesen, ezt mind munka mellett, és teljesen hobbi szinten. Úgyhogy... És lehet így is, milyen jó. Igen, tehát egy ilyen évi 100 állatot adunk örökbe. Oltva, ivartalanítva, és örökbefogadási szerződéssel, tehát bármikor ellenőrizhetjük. Vannak sikersztorik, vannak olyanok, ami nincsen átgondolva, annak ellenére, hogy tényleg megpróbálunk mindent elmondani vele, hogy mivel jár. Sok esetben volt olyan, hogy hát Pöpi nem játszik, akkor ez így sok, és visszaadja. Van ilyen. De benne van szerencsére, tehát az első kötelezően nekünk ez olyanak, hogyha más gazdihoz kerül, vagy mi keresünk neki más gazdát. Csak mindig a hely a problémánk. Igen. Bocsánat. Azt látjuk, tapasztaljuk talán, hogy egyre többen vállalnak kutyát, viszont érdekes módon legtöbben a fajkutyákat részesítik előnybe. Milyen, nem is tudom, más tulajdonságokkal lehetne jellemezni a fajkutyát? Milyen más tulajdonságai vannak egy fajkutyának, mint egy keveréknek? Hát ez egy ilyen divat. Divatnak mondanám, mert nem igazán van egy-egy olyan fajkutya, amelyiket sokkal könnyebb volna veled élni. Most már mondjam, hogy mind egy egyszerű ügyes, kedves korcsa, keverék kutyával, bocsánat, hogy mondjam.
Sokan leülnek, annyi az egész, hogy itt az egyik legnagyobb dolog, itt megint az internetre kell kiülni, leülünk az internet elé, nézzünk meg milyen kutyák van, nézzünk valami kutyákat, ugye ez megtetszett. És a keverékek hát, nincsenek nagyon. Keverék kutya nincsen kitéve, mert ott nincs lehírás, nincs semmi, mert minden keverék kutya ahány, annyi méret, annyi forma, hanem akkor megtetszik nekik egy jakterjér. És akkor addig hajtanak, hogy vesznek egy jakterjét, adnélkül, hogy valaki meg is kérdezzék, hogy igen, de azt mire használják? Uh-huh. Hát annál keményebb kutya, amilyen kicsi, hát egy kis testű, de amilyen kicsi, az a kemény, hogy az a vaddisznóval verekedik, ott lejjen ember, aki azt kordába tudja tartani. És akkor innen kezdődnek a bajok az embereknek, hogy hoppá, hát ez szemét nem nagyon találtuk el, akkor ezek a kutyákat vagy el, továbbadnak rajtuk, hogy milyen úton azt ők tudják, és ugyanakkor kezdnek már. De mindig én azt tudom mondani, az egész, hogy sokkal könnyebben hozzájutnak a divatból az interneten keresztül, és tanulmányozni tudják a fajkutyákat, mint a keverék kutyákat. Uh-huh. És ebből kifolyólag ők választanak. Igen, ez lehet egy magyarázata. Enikő, te tapasztaltál valami különbséget? Hát a tapasztalatom az, tehát a keverék kutyák oldalán az, hogy például nálunk, hogy nagyon sok esetben kölyköket összeszedünk az utcáról, vagy éppen úgy kapjuk, hogy párnaposan ki vannak hajtva a kukába, mert nagyon sok ilyen eset van, és nem tudjuk, hogy honnan származnak. Akkor jön az, tehát általában azért megvan a gazdinak az, hogy most egy kis testűt szeretnék, közepeset, vagy egy óriásat. Általában az van, ha óriás van, kicsike van, akkor nagyke, tehát ez sehogy se jön össze. De viszont nem, tehát nagyon-nagyon sok esetben csak tippelni tudunk, hogy termete sem. Szerint, tehát már mancsa szerint, hogy kb. Milyen méretű kutya lesz. Volt már, amikor nagyon-nagyon benéztük, mi is állatorvos is, tehát ezt mindig mi is kikérjük állatorvos tanácsát is. Én úgy gondolom, hogy a tényleg csak divat, tehát elég, ha odaírom azt, hogy XY kutyának a keveréke. És már is. És már úgy is. Viszik mind a cukrot, pedig köze nincsen valószínűleg. Mire hasonlít, igen. Igen, tehát két szín foltból, tehát rengeteg rottweiler születik, mert van két barna pötty a szeme felett. Én már megtapasztaltam, hogy folyamatosan fajkutyákat találnak, én ameddig ki nem megyek, nem nézem, látom azt az állatot, addig abszolút nem is. És sajnos mindig el kell mondjam, hogy nem. Ez egy keverék. Nem minek a keveréke, ez a keveréke keveréke, tehát ez nem tudod jobban fokozni, nem tudod sehova. A fajkutyák pedig, tehát hogyha valaki választani kell, én azt gondolom, hogy sokkal szívósabbak a keverék kutyák, uh-huh. és a fajtatiszta társaik mellett viszont, tehát megvan mindenfajtának, vannak jellegzetes betegségei, utána lehet olvasni. Tehát ott azért jobban irányt adó az, hogy most, ha tényleg valaki megnézi. Igen. De adott esetben, ahogy Attila is mondta, hogy van, aki sajnos csak azért, mert azt tetszik, és rögtön azt viszem haza, nem nézi meg, hogy mivel jár. Mi mindenre taníthat meg minket, embereket a kutya? Elsősorban türelemre. Hatalmas nagy türelemre. Mert azért, mert hogy én egy kutyával tudjak együtt élni, meg tudjak jól kommunikálni, elsősorban én kell türelmes legyek hozzá, hogy odáig képeznem, és odáig tudjak vele élni, hogy igenis értsem az ő nyelvét, mert nagyon is jól beszélnek, testjelekkel beszélnek a kutyák, és ha valakinek nincs türelme hozzá, meg nincs idegállapota, akkor abból ez a kommunikáció nem jön ki. Uh-huh. És akkor nem érzi meg ez az örömet. De én azt mondom, hogy türelemre megtanít, és akkor utána pedig rengeteg pozitív élmény van. Enikő, miért tanít? A feltétel ugyancsak a türelem, és a feltétel nélküli szeretet. Igen. És hűség. Igen, igen, és a megbocsátás, tehát te tehetsz bármit. Ő úgyis ott lesz melletted, és meg tud, tehát nem haragszik pontosabban, mert nem a megbocsátás van náluk, de nem haragszik, nem ilyen probléma. A türelem az tényleg az elsődleges. Én, amivel mindig kiegészíteném, hogy
olyan fajta rácsodálkozás valóban, amit mondasz, hogy feltétel nélküli szeretet, ezt nagyon ritkán lehet érezni emberek társaságában, de hogy ő olyan szépen csinálja, és olyan szépen rá tudsz csodálkozni, hogy fú, van, és napról napra, tehát hogy nem tudsz olyat tenni, hogy ezt ne érezd. Ez így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok nekünk mindezeket, és köszönjük Szaninak a is, hogy itt megadtam. Volt. Szani megadta magát, a végére megnyugodott. Mi is köszönjük a meghívást. Önöknek, kedves nézőn, köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk jövő hétfőn is, ugyancsak este 8 órától itt az Erdély Magyar Televízióban. Viszontlátásra.